Csendes megemlékezéssel kezdődött az ünnepi események sora október 23-án Székesfehérváron. Szerdán kora délelőtt a Szent István székesegyház oldalán lévő 56-os emlékkeresztnél néma koszorúzással tisztelegtek a város és a vármegye önkormányzatainak képviselői. Az emlékezés virágait közösen helyezte el Varga Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, Cserpalkovics András polgármester, Molnár Krisztián a Fehérvár megyei közgyűlés elnöke, és Tanárki Gábor a Fehérvár megyei kormányhivatal főispánja. Koszorút helyezett el a Magyar Honvédség, valamint a nemzetközi katonai szervezetek képviselői, a katasztrófa és rendvédelmi szervek vezetői, a történelmi egyházak, a politikai pártok, valamint a civil szervezetek képviselői. A Városháza előtt a Szabad Színház vasvári csoportja idézte meg a forradalom és szabadságharc eseményeit. Urbán Péter az Utolsó őrség című drámája a Korvin közi forradalmárok történetét dolgozza fel, Pongrácz Gergely a Korvin közi felkelő csoport második és utolsó főparancsnokának visszaemlékezései és az 1956-os forradalom egyéb történelmi dokumentumai alapján. Az előadást követően a város polgármestere ünnepi beszédében a fiatalság erejéről beszélt. Mint Cserpalkovics András fogalmazott, a halált is megvető, a kristálytiszta remény által tűzdelt bátorság évfordulója ez a nap, azé a bátorsági, ami leginkább a fiatalok szívében lakozik. Nem is csoda tehát, hogy ezt a bátorságot csak is a ma fiataljai, fehérvári fiataljai tudják a színpadon életre kelteni. A halált is megvető, a kristálytiszta remény által tűzdelt bátorság évfordulója ez a nap. Azé a bátorsági, ami leginkább a fiatalok szívében lakozik. Nem is csoda tehát, hogy ezt a bátorságot csak is a ma fiataljai, fehérvári fiataljai tudják a színpadon életre kelteni. Ezúton is köszönöm nektek, kedves fehérvári fiatalok, hogy ismét láthattuk, mire képes az ifjonti szív, milyen a bátorság, amikor testet ölt. A Fehérvár megyei közgyűlés elnöke beszédében megemlékezett a fehérvári és vármegyei hősökről, Keszei Istvánról és Tabúdi Istvánról. Mint mondta, örvendetes, hogy a levéltári kutatásoknak köszönhetően több helyen jelentek már meg a települési monográfiákban részletek a helyi lakosok 1956-os szerepvállalásáról az elmúlt években Fehérben is. Az 1956-os bátor fiatalok évtizedekre átívelő döntése és vállalása utat mutatta mára vonatkozóan is arra, hogy nekünk a szabadság nem menekülés önmagunk elől, hanem éppen ellenkezőleg a szabadság megérkezés, hazatalálás és nem utolsóban vállalása önmagunknak és értékeinknek. Molnár Krisztián hozzátette, nem szabad megfeledkezni arról se, hogy szomszédunkban lassan 3 éve pusztító háború dúl. A harmadik világháború egy atomháború veszélye soha nem volt akkora, mint napjainkban. Mint az elnök fogalmazott, óriási erők akarnak bennünket belenyomni egy mások által folytatott háborúba. De a háborúra a magyar válasz a béke.